Jó estét kívánok, köszöntöm valamennyi nézőnket. Hajmási Péter és az Omnibusz is megérkezik a Fekete-hegy szárazréti közösségi központba. Július 26-a és 28-a között rendezik meg ugyanis első alkalommal a királyi operett napokat. A stúdióban köszöntöm a program megálmodóit, Szigli Istvánt, a Városrész önkormányzati képviselőjét és Keller János színművész. Jó estét! Jó estét kívánunk! Beszéljünk akkor először arról, hogy hogyan született meg ennek a fesztiválnak az ötlete. A nyári színháznak megvan a maga előnye, hogy nagyon sok hozzáértő színésszel és rendezővel találkozol, akiknek számtalan ötletük van, főként a színészekre érdekes módon egyre inkább jellemző, hogy nagyon sok gondolatuk, ötletük van, amit meg lehetne valósítani. Egy ilyen beszélgetés során tavaly nyáron Jánossal arról meditáltunk, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni a közösségi központnak a szabadtéri színpadát, és egy olyan produkciót próbáltunk keresni, amit szeretnek Fehérváron, ugyanakkor nem jellemző, hogy a Kőszínházba ezt játsszák. Így jutottunk a közös elhatározásra, amiről majd mindjárt a legilletékesebb tud a legtöbbet mondani, hogy mi ez. Ez valóban így történt, hogy Istvánnal beszélgettünk a jövőről, ugyanitt játszottuk éppen szárazréten, tavaly nyáron négyszer pótszékes teltházakkal, és az siker, ami jellemzi az ottani eladásainkat, amióta ott játszunk Fekete-hegy szárazréten, szerintem jogos volt a felvetése Istvánnak, hogy mi lenne, ha ezt tovább fejlesztenénk, és így jutottunk el arra, hogy akkor csináljunk operett napokat, és hihetetlen, hogy az egy évvel ezelőtt történt ez a beszélgetés, és ez most valóra válik ez az álom. Tulajdonképpen el is kezdődött már, hiszen a múlt héten az ország almánál már tartottunk egy közös éneklést, aminek is ugye felvezető programja volt ez. Ezen a héten szintén lesz, úgyhogy tulajdonképpen a királyi operett napok már elkezdődtek. Honnan jött egyébként annak az ötlete? Első körben az, hogy háromnapos legyen rögtön ez a fesztivál, és aztán beszélünk arra is egy picit, hogy maga ez a felvezető program, aminek aztán nagyon nagy sikere lett, hogyan jutott eszetekbe? Azért az előzményhez annyi hozzátartozik, hogy van egy példa előttünk, a Veszprémi eseménysorozat, és akkor arról beszéltünk, hogy valami hasonlót kéne, ha nem is ugyanazt. És akkor fogadalmat tett a művész úr, hogy három napba, és nem ugyanazt, hanem egy teljesen új megközelítésmódba fog rendezni és alkotni itt a szabadtéri színpadon. Na most, hogyha már ezt említettük, akkor meséljük el, mi ez a Veszprémi. A Rátvin Robert Operett Fesztiválról beszél István, az másodízben került megrendezésre idén. És valóban azt ígértem, hogy a fehérvári az teljesen más lesz, hogy még véletlenül se keverjék a két rendezvényt, illetve szerintem az egyik erősíti a másikat. Tehát kaptunk már visszajelzést egyébként, hogy akik a Veszprém Fesztiválon voltak és meghallották, hogy most Fehérváron is rendezünk egy hasonlót, hogy jönnek onnan is. Tehát szerintem a kettő erősíti egymást mindenképp, és valóban úgy találtam ki az egész programsorozatot, hogy egyetlen egy produkció sem található meg a másik rendezvényen. Teljesen új produkciók születnek itt Fehérváron, valami kifejezetten csak ide készül. Tehát most például tudok kettő olyan előadást is mondani, amit még sehol nem láthatott a kedves közönség, ez direkt erre a királyi operett napokra készül, ami szerintem hihetetlen izgalmas dolog, hogy a kedvenc városunkba mutatunk be valamit először, és innen megy el a híre, majd aztán bízom benne országos szinten, hogy érdemes Székesfehérvárra látogatni Fekete-hegy szárazrétre, mert izgalmas dolgok születnek vagy készülődnek jelen pillanatban. A felvezető program, amit kérdezte, hogy honnan jött az ötlet, ahogy megkaptam ezt a feladatot, én ilyen álmodozó típus vagyok. Beszéltem Istvánnal, és hazamentem, és láttam magam előtt bizonyos képeket. Például azt, hogy maga a rendezvény az Fekete-hegy szárazréten lesz, de hogy vonjuk bele az egész várost. És akkor láttam magam előtt az országalmát, és akkor láttam azt, hogy Váradi Eszter Sárával mi meg fogunk oda érkezni. De hát ne lábon érkezzünk, ezért kitaláltam a lovas hintót. Illetve 2015-ben szintén Székesfehérváron indítottam el azt a kezdeményezést, hogy ünnepeljük meg a 100 éves Csárdás királynőt, és az egész ország csatlakozott hozzá, akkor hirdettem először egy ilyen közös éneklést, és akkor a sikere volt, hogy azóta is többen kérdezték tőlem itt Székesfehérváron, hogy mikor lesz valami hasonló. És most, hogy megszületett ez a rendezvény, azonnal eszembe jutott, hogy mi mással kezdhetnénk, mint ezzel. Na most, hogyha lemaradtak volna erről a szombati rendezvényről a nézők, akkor azért megmutatjuk, hogy miről van szó. Hát igen, csak nagy sikeretek volt, tele volt a belváros. De annyira is olyan megható volt, hogy katartikus élmény volt. Na nézzük akkor meg.
Ezt nyilván még soha senki nem hallotta tőlünk, ami most következik. Gyere dubicám, öleg be cicám, hisz nincs abban semmi szégyen, újítsuk fel, hogy volt régen, mikor te meg én, a liget rejtek én, egymással eltűnt szerelem, mert én. Nekünk természetesen több felvételünk van még ebből. Én láttam, hogy tényleg mindenki énekelt, és tényleg mindenkit sikerült bevonni, és hát nyilván mindenki miattatok ment oda erre a rendezvényre, ami azt jelentheti, hogy akkor valószínű, hogy tele lesz majd ez a fesztivál is. Hát én nagyon bízom benne, ugye most július 20-án lesz egy újabb közös éneklés az országgal, mert este 7 órakor Füredi Nikolett művésznővel várom a kedves közönséget. Nagyon sokan jelezték, hogy jönni fognak, ugyanis azt ígértem a múlt héten, hogy ezen a szombaton teljesen más dolog fognak felcsendülni. Tehát aki ott volt a múlt héten, őket is invitálom nagy-nagy szeretettel, mert most teljesen más dolgokat fognak hallani, új dalt fogunk tanulni. Tehát ezt megígértem a múlt heti rendezvényen, hogy nekem van egy nagyon nagy álmom, és egy nagyon nagy tervem ezzel a közös énekléssel kapcsolatban pár éven belül majd, illetve pár év múlva, hogy mire gondolok pontosan, azt most még nem árulom el, Királyi Operett napokhoz fog kapcsolódni. Részese lesz, bízom benne, nagyon sok székesfehérvári lakos. Ezt majd később fogom elárulni, hogy mi az, ami megszületett az én fejembe, és még sehol nem volt az országban. Tehát ebbe biztos vagyok. Azért is nem akarok elárulni róla többet, hogy nehogy véletlenül valaki ezt az ötletet elvegye. Hát valóban 26, 27 és 28-án lesznek ugye a Királyi Operett napok. Épp Istvánnal most kaptuk a hírt, hogy valami kiadást már pótszékezni kell. Hála Istennek, tehát ott tartunk, hogy nagyon szép számban fogynak a jegyek. Ugye lehet vacsorajegyeket is vásárolni, és ami nagy-nagy öröm számomra, hogy István egyetértett velem abban, hogy gondoljunk azokra is, akik nem férnek be, vagy nem tudnak jegyet vásárolni a Királyi Operett napokra, hogy számtalan ingyenes programmal várjuk a kedves lakosokat, ami szerintem nagyon fontos. Tehát egy ilyen nagyszabású rendezvénynél én azt gondolom, hogy fontos az, hogy adjunk az embereknek. Azon túl természetesen, hogy a művészetet kínáljuk felső fokon, fontos az, hogy legyen egy gesztus, amikor azt mondjuk valakinek, hogy akkor most ajándékba adunk például egy kabaré műsort, vagy ajándékba adunk egy táncműsort, vagy ajándékba adunk több kis koncertet. Én ezért nagyon hálás vagyok az Istvánnak, hogy egyetértett velem ebben, hogy fontos az, hogy azon túl persze, hogy sok jegyet eladjunk, de az a része ugyanolyan fontos, hogy aki nem teheti meg, vagy már éppen nem kapott jegyet, ő is tudjon szórakozni. Egy rövid kérdés, még mielőtt belemennénk egy picit a részletes programokba, hogy ugye ez azért elég nagyszabású fesztivál, ugye nagyon sok rendezvényt kiszolgál ez a közösségi ház, ugye most már egy közösségi központ, ami itt létesült, nagyon sok program van. Hogy bírja majd ezt a rendezvényközpont? Hát most kezdünk a csúcsra érni. Eddig kicsit visszafogottabb volt az alkotás lehetősége, hisz tavaly nyár elején készültek el azok a kiszolgáló létesítmények, ami arra szolgál, hogy kulturált, teljesen kulturált körülmények között jöhessenek a nézők, vagy vegyenek részt az előadásokon. Lehet, hogy egyed ide a mániám, hogy legyen olyan toalett, ami nem zavarja meg a mindennapunkat, és azon kelljen gondolkodnunk, hogy éppen el tudjuk-e a dolgainkat végezni. Ez egy apró momentum, de sajnos része, akárhogy is tetszik a dolognak, hogy egy olyan kulturál kiszolgálási körülményt teremtsünk meg, ami nem jellemző a szabadtéri rendezvények kapcsán, ezt is azért hozzátenném.
most már elbírja a szabadtéri színpad valamennyi rendezvényt, hisz egyik nap még a adott eseménynek, színházi előadásnak a díszletei, de már éjszaka bontás, és rá három napra már építik az újat. Tehát én úgy gondolom, hogy jó választás volt, azért itt meg kell említeni a polgármester urat ebbe a dologba, hisz az egész létesítménynek a léte nagy mértékben függött az ő hozzáállásáról és támogatásáról, és úgy tűnik, hogy elértük azt a célt, hogy a városrésznek, de ugyanakkor a városnak is van egy olyan létesítménye, ami egy ilyen nyári időszakban alkalmas arra, hogy bármilyen produkciót lebonyolítsunk. Valóban nagy gondunk jelenleg a jövő hétvégi eseményekkel kapcsolatban, hogy pótszékeken kell gondolkodni, tehát igazán teltházra számítunk. És akkor beszéljünk most egy kicsit a programokról. Ugye három nap, mindenki megkapja azt, amire vágyik. Igen. Még mielőtt ebbe belemegyünk, egy pillanatra beszéljünk arról, hogy ugye nem csak főleg az idősebb korosztályt szólítjátok meg ezzel a fesztivállal, hanem ugye a fiatalabbakat is. Mennyire jellemző egyébként, hogy részt vesznek? Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokat járunk Eszter Sárával fellépni a városba, a megyébe, a színházi előadásainkon kívül. És azt tapasztaljuk, hogy egyre több a fiatal. Tehát például most a közös éneklésnél is talán látszódott a bejátszáson, hogy bizony-bizony egyre több fiatal érkezik, és szereti meg ezt a műfajt. Illetve van olyan, aki csak kíváncsiságból odajön, és beleszeret. Ami a mi vágyunk, vagy ami célkitűzésünk például ezzel a fesztivállal is, hogy ezt a műfajt közel hozzuk a fiatalokhoz. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy 0-tól 99 éves korig ajánljuk a fesztivált, és azért is lesz többféle műfaj, hogy aki például a kabarét szereti, bízom benne, hogy azt mondja, hogy jó, akkor előtte megnézem az operett előadást, és akkor a kedvenc műfajom a kabaré, megnézem azt is. Vagy oda-vissza. És a visszajelzéseink azok, hogy aki először érdeklődött a kabaré után, és mondtuk, hogy de előtte lesz egy operett előadás, hogy érdemes azt is megnézni, és azt mondja, hogy jó, megnézem. És hogyha a 10 emberből 2-3-4 ezen a fesztiválon szeret bele ebbe a műfajba, akkor azt gondolom, hogy megérte. De visszatérve a program sorozatra, hát azt hiszem, hogy nagyon sok idő kellene ahhoz, hogy pontosan, részletesen mindenről beszámoljunk, hiszen szerintem nagyon gazdag a program kínálatunk. Ugye hát mindjárt első este egy kis koncerttel kezdődik a Gasztró udvarba, ahol a kedves nézők vacsorát is fogyaszthatnak, és utána kezdődik, amit mondtam, hogy van olyan produkció, amit itt mutatunk be először, Királyi Operett Gála. Ez ide készül, én szerkesztettem, illetve én fogom rendezni, kiváló énekesek fognak, színművészek fellépni ezen a gála műsoron, sehol nem láthatták még, tehát azért is csábítom a kedves nézőket, hogy aki szereti ezt a műfajt, hogy mindenképpen tekintse meg. És aztán ezután aznap este lesz ez a bizonyos kabaré, Zsiga Várfi kabaré. Tehát már az első nap azt gondolom, hogy nagyon színes. Aztán a következő nap megint úgy kezdődik, hogy a Gasztró udvarban a vacsora, ott lesz egy kis koncert, és utána lesz a Bob Herceg című operett, aminek az egyik szerintem hívó szava az előadáshoz az, hogy maga Kálai Bori játssz az egyik főszerepet, ami szerintem nem is kell bemutatni senkinek, félváron biztos, hogy ismerik, nagyon híres primadonna. Ezután szintén itt kerül bemutatásra egy táncprodukció, sehol nem láthatták szintén. Ezt egy koreográfus táncművésszel találtam ki, amikor is az fog történni, hogy ugye egy-egy operett előadásban egy-egy tánc stílust láthatnak a kedves nézők. Ezen az estén összegyűjtöttük egy csokorba, tehát rengeteg olyan tánc stílust láthatnak a kedves nézők, amit csak egy-egy operett előadás alkalmával most egy estébe sűrítve. Tehát a simitől, a polkán keresztül, a keringőig minden lesz, és ezen belül pedig Váradi Eszter Sárával fogunk még operett dalokat énekelni, hogy aztán teljes legyen az az este. És akkor harmadik nap szintén egy koncerttel kezdődik a Gasztró udvarba, a vacsorával összekötve, és aztán a fesztivál zárásaként a Sibyl című operettet láthatják a kedves nézők. A szívem egyik csücske ez az operett, mondjuk az összes, de a Sibyl is, ami egy gyönyörűséges szerelmi történet, ugye minden operettnek tulajdonképpen a lényege az, de elképesztően gyönyörű zenével, pazar szereposztással. Úgyhogy én nem is tudnék kiemelni, nem tudom, hogy István tud-e ezek közül kiemelni, hogy mi az, amit a legjobban várunk. Én mindegyiket nagyon és nagy-nagy szeretettel ajánlom mindenkinek. István, melyiket várja a legjobban? Hát a gálát szeretném ajánlani mindenki figyelmébe, hisz
nagyon sok fellépő lesz, és nagyon széles skálán a slágerek jelennek meg ezen a gála műsoron. Attól függetlenül a többit is szívesen meg fogom nézni, tehát úgy gondolom, hogy 3 napig ott leszek végig. Még talán itt a gálász, hogyha elmondhatok, hogy a Budapesti Operett Színházból érkezik a gálába Lukács Anita Vadász Zsolt, Füredi Nikolett szintén, akit nem kell bemutatni a félvári közönségnek, Bodh Gábor a Madár Színház, Zalaegerszegi Színház, Szolnoki Színház tagja, Váradi Eszter Sára és én a Vörösmarty Színház tagjaként, és 2 fiatalt sikerült felfedeznem, akik bár nagyon fiatalok, de nagyon tehetségesek, és nagyon-nagyon tudják ennek a műfajnak a lényegét, nagyon érzik. Élőzenekar, tánckar lesz, tehát azt elfelejtettem, hogy természetesen minden adáson élőzenekar lesz, ami nagyon-nagyon fontos, és szintén örülök annak, hogy István egyetértett velem abban, hogy ne zenei alapról szóljanak, és mi arra ráéneklünk, hanem legyen élőzenekar, mert ez a műfaj úgy kerek és úgy egész, hogyha van tánckar, hogyha van élőzenekar, és vannak fantasztikus színészek. És a műsorunk is úgy egész, hogyha még azért azt elmondjuk, hogy hol lehet a jegyekhez hozzájutni. Szerencsére most már több helyen, magán a helyszínen, ugye Fekete-Egyszáraz réten lehet vásárolni jegyeket, illetve a Városház téren felállított faházba és a Turinform jegyirodában. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltetek nekünk erről, és hát mindenkit csalogatunk, hogy kicsit kóstoljanak bele az operett világába. Elsőként július 20-án, most szombaton 19 órától az Országalmánál, aztán jövő héten július 26-án, 27-én és 28-án az első királyi operett napok alkalmával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!